Ha valamikor szebb napokat látott úgynevezett nemzeti televízióban, ami a Jobbikhoz köthető tulajdonképpen YouTube csatorna, Havas Henrik és Pörzse Sándor butának nevezte a magyarságot, és tulajdonképpen belerugott népünkbe, nemzetünkbe. Pillancsuk bele ebbe a felvételbe. Azon gondolkodom még egy fél mondat ehhez, gyerekek, hogy ez a Gyurcsány volt a legalacsonyabb a úgynevezett magyar identitás. És szerintem csúszott vele az Orbán Viktor egy 15 évet. Abban az időben tényleg többen voltunk, akik úgy éltük meg a magyar identitásunkat, hogy elkezdtünk Vasalbertet olvasni, hogy elmentem lovasi jászkodni, és a többi, és a többi. De azért ezt kinövi az ember. Tehát, de úgy látszik, fölmérték a propagandistái, András, hogy még Mára, mind a pár százezer, aki, akit aki. aki ezzel meg lehet szólítani. Egyébként most már tényleg hat kérdezem már meg, mert ez fúrja az oldalamat. Te, te, te mikor világosodtál meg, Sanyi? Hát engem a választások világosítottak meg. Tehát én most pont átestem a ló túloldalára. Én azt hittem, hogy a magyar valamikor... Azt hittem, hogy most lehet, hogy nagyon-nagyon durvá hangzik, amit, a, amit mondok, én hittem benne, hogy mi vagyunk a kiválasztott nemzet. Érted? Hittem értem, benne, értem. én is elhittem azt, hogy még azért is mi találtuk fel a cinket is, meg a, a mindent. Ah. És... És aztán rám, én most meg pont ellenkezőét ellenkezőjét látom. Tehát ennyiszer becsapni egy népet, ahányszor a magyar becsapták, nem lehet csak akkor, ha buta. Most már hát, nem tudok tényleg mást mondani. A magyar az, az buta, már én megírta, hogy mi Tianonban nem csak területeket vesztettünk el, hanem elvesztettük a polgárságunkat, a kassát, a szabadkát, a nagyváradot, mindent elvesztettünk, és itt maradtak ezek az igazi I.S. Gyula által megénekelt magyar parasztok, a zsellérek, akit lepofoz a földesúr, az intéző, a csendőr, és ezek most gyűlölik Budapestet, amelyik valóban világváros, valóban multinacionális, valami egészen elképesztő kulturális háttere van, és ezek a parasztok nem bírják elviselni. No, akkor ennyi a felvétel, és szeretnék akkor most üzenni Havas Henriknek, illetve Pörzse Sándornak, de leginkább Pörzse Sándornak, hiszen Havas Henrikről, egykori tanáromról mindig is tudtuk, hogy hol áll, mindig is a nemzeti oldalra szemben, a magyarsága szemben helyezkedett el, de tudod, Sanyi, te aki 2010-ben olyan nagy magyar voltál, és ennek köszönhetően rengeteg pénzt kerestél 2010 után a jobbikon keresztül milliókat vágtál zsebre, az általad lenézett és butának tartott magyarok munkája, hite, reménye és az adó forintjai által, de most, amikor már nem keresel olyan sok pénzt, mert tönkretettétek ezt az egykori nemzeti pártot, a Jobbikot, most hirtelen lenézed, utálod és butának nevezed ugyanezt a magyar népet. De az a helyzet, hogy az elmúlt 25 esztendő politikai küzdelmei során én sokkal régebb óta, sokkal többet küzdöttem ezért a hazáért, mint te, aki fölvetted a milliókat, voltak olyan percek, amikor én is haragudtam, a nemzettársaimra. Például, amikor Londonban élő magyarok kritizáltak, mondjuk akár itt a Youtube-on, mert azt mondták, hogy rossz az angol kiejtésem, és én pedig arra gondoltam, hogy miközben ők Londonban élnek, én itt harcolok, a szülőföldem, ahol most is vagyok, ahol születtem, a nagy magyar alföldön, itt tanultam meg angolul, tehát ennek köszönhetően a kiejtésem katasztrofálisan magyaros, de mégis interjút tudtam adni a BBC-nek, talán innen az alföldről egy kis település polgármestereként ez sem elhanyagolható, és bizony ilyenkor volt bennem is dű vagy indulat. De ti a legnagyobb lelki nyugalommal beszéltetek úgy a magyarságról, népünkről, nemzetünkről, olyan lenézéssel, olyan utálattal neveztétek butának azt a magyarságot, amely a világtörténelemben páratlan kulturális örökséget hozott létre. Ezt a népet, ezt a nemzetet, amely pont a kreativitásáról volt híres mindig az elmúlt évezredek alatt, akkor az jutott eszembe, hogy tudom tisztelni azt a szerbet, románt, szlovákot, cigánt, vagy éppen zsidót, aki büszke arra, aminek született. De akiket igazán utálni tudok, akiktől hányni van kedvem, azok a magyarok, akik magyarnak születtek, de megtagadják a saját népüket, nemzetüket, butának nevezik, lenézik csak azért, mert most éppen nem jól hoz már nekik a nagy magyarságuk na az ilyen magyarokat utálom én igazán. Nem azokat a szerbeket, románokat, vagy akár zsidókat, akik annak születtek, amik. Legfeljebb az érdekeink, hogyha ütköznek, akkor majd mi majd megvívjuk azt a csatát velük. De akiket igazán szánalmasnak tartok, azok a magatfajták, Sanyi. Úgyhogy az a kérésem, hogy a, azt a nemzet vagy nemzeti tévét, azt mindenféleképpen valahogy változtassátok meg, vagy a nevét töröljétek el, a nemzeti szót, azt vegyétek ki belőle, ahhoz nektek már semmi közöttök.